Kétnapos programfolyam pénteken délelőtt egy gyerekeknek szóló mese előadással vette kezdetét. A Pesti Művészszínház hozta el Hamupipőket című zenés mesejátékát, melyet aztán kora délután a kisiskolások is megtekinthettek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Színház termében. Ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is különleges kiállítási anyag megnyitójában indult a születénapok kulturális része, hiszen népviseletek, illetve falvédők alkotta tárlat nyílt meg péntek délután a Móricz Galérián. Egyrészt Orbán Zita, a népművészet ifjú mestere, Kis Jankó Bori díjas viseletkészítő népi iparművész emlékkiállítását, másrészt a Molnár Istvánné gyűjteményéből származó régi konyhai eszközökből és falvédőkből álló válogatást ajánlotta a megjelentek figyelmébe Hámori Sándor népviseletgyűjtő. Köszöntőt mondott Fehér László polgármester, népdalokkal közreműködött a Kenyeri Rába Menti Cipera zenekar. Este 6 órától a zenéjé lett a főszerep a szabadtéri színpadon, ahol elsőként a Mester Krisztina és Németh Lili duó lépett fel retro és popdalokkal, majd a Tihanyi Tóth Csaba, Bognár Rita művészpáros idézett meg számtalan, Szenes Iván dal szövegíróhoz köthető népszerű slágert. Az este folyamán még két előadó, a Rudán Joe Akusztik, valamint a Radar együttes szórakoztatta zenéjével a Géphi tér közönségét. A szombati nap immár hagyományosan szüreti piaccal indult, ahol helyi és vidéki termelők, alkotók kínálták portékáikat, és kirakodóvásár, kézműves foglalkozások is várták az érdeklődőket. A színpadon pedig a Művelődési Központ néhány művészeti csoportjának szereplésével elevenedett meg három különböző táncos műfaj. Közreműködtek a Rocky Dili akrobatikus rock'n'roll klub táncosai, a hip-hop és modern táncok képviselői, valamint a senior örömtánc csoport. A délutáni programok az alsósági városrészen startoltak, ahol az alsóság izsákfai részönkormányzat tagjai szüreti kínálóval kedveskedtek az alsósági lakosoknak. Közben a Moson-Magyaróvári Mofém Művészeti Egyesület és az Ajkai Városi Bányász Fúvós Zenekar Egyesület fúvósai adtak egymásnak randevút a Sági piac téren, majd elindult a népes szüreti felvonulás néptáncosokkal, mazsorettekkel, zenészekkel, lovasokkal, fogatokkal és a celi szétpillantó kisvonattal. Miután a menet beérkezett a celi városközpontba, a városunkban vendégeskedő testvérvárosi delegáció köszöntésére került sor. Idén Erdőszentgyörgyről, valamint Ausztriából érkezett küldöttség, utóbbi kapcsolat megkötése folyamatban van Vejcs településsel. A polgármesteri köszöntő után a 2019-ben a Fölszállott a páva gyerekévadát megnyerő Vasi Kislegény cég és a 2017-ben bronz pávadíjat elnyert Erte Szavária Egyetemi Központ szökős néptánc együttes foglalta el a színpadot, aztán a fesztivál bora és a fesztivál tortája versenyek eredményeinek kihirdetésére került sor. Este 7 órakor a régi celi zenészek alkotta Sirius Shadows Band együttes koncertezett, majd az erdélyi Hargita megyéből Gyergyó Szent Miklósról érkezett 4S Street zenekar fiatal tagjai mutatkoztak be lendületes zenéjükkel. Az idei évi kétnapos szüreti rendezvény retrodiszkóval ért véget DJ Gaga közreműködésével.